Második Rákóczi fejedelem bújtosásának tanulmányozásával töltöttem Franciaországban. Ugye ez egy kevéssé ismert terület. Talán annyi bevezetésként, hogy második Rákóczi Ferenc apai ágon az erdélyi fejedelmektől, anyai ágon pedig az Rinyiektől származik. Ez ő neki különleges küldetéstudatot is jelentett. Korán megözvegyült édesanyja az Rinyi Ilona, és ő védte a Munkácsi várat kisgyermekeivel 3 éven át karaffa támadásai ellen. Aki járt a Munkácson, a várban, ott elmondják, hogy a Melvéden minden este végig sétált Zrínyi Ilon, amikor elültek a harcok, sebesültek után kutatva szép sudár alakját, a labancok látomásnak vélték, és mindenféle fantazmagóriákat fűztek a jelenséghez. Második Rákóczi Ferenc pályája nehezen indult, olyatékképpen, mert az apja kényszerűségből gyámként a császárt jelölte meg, és barátja gróf Bercsényi Miklós ráhatása folytán vált igazán méltóvá a küldetés tudatához. 1703-ban Lengyelországban tartózkodott, ott nagyon sok birtoka volt, és ekkor Esze Tamás a csapataival csatlakozott hozzá, és így indult a szabadságharc. No már most ennek igen nagy sikerei voltak, annak betudhatóan, hogy akkor folyt a franciák és osztrákok között a spanyol örökösödési háború, és az osztrákok jelentős haderejét letöltötte a franciákkal vívott ütközet sorozat. Itt tehát nagyon sok diadalomban volt része a szabadságharcnak, elfoglalták az egész Dunántúlt, és itt tovább nem akarok kitérni minden egyes eseményre, hanem a törést 1708-ban a Trencséni csatában látták, ekkor a fejedelem lova megbotlott, ő leesett ájultan, azt hitték, hogy meghalt, és a seregek szanaszét futottak, ugye azt gondolták, hogy gazdátlanokká váltak. Szerencsére a fejedelem felépült, és hozzálátott a sereg ismételt összekovácsolásához, és 1708-ban a Romhánynál csatát vívott a labancokkal, ami ugyancsak veszteséggel érte. Na már most ez intőjel volt, ugye két veszteség, és ezért tudta, hogy a szabadságharcnak hamarosan vége lesz, és a haderő főparancsnokául Károlyi Sándort nevezte meg. Tormai Cecil bújdosó könyvében gyönyörűen leírja, hogy ezért a tettéért, hogy mármint, hogy Károlyi Sándor volt a békekötő a Labanc részről Pálfival szemben, kapta a hercegi címet, de pusztán tévedésből, mert egy koronával többet pingált a piktor, és így lettek ők hercegi család. Na most a Tormai Cecil azt is levezeti, hogy évszázadok múltán, hogy fordul ez a Károlyi család a Mihály nevében a Habsburg trón ellen, úgyhogy ezt mindenki figyelmébe ajánlom. Tehát a császár szabad elvonulást és birtokai megtartását javasolta volna Rákóczinak, azonban Rákóczi egyáltalán nem bízott benne, mert hiszen még ifjú korában, mikor levelet írt a francia királynak, mivel felesége a napkirály rokonságához tartozott, és tulajdonképpen ez is sarkalta a szabadságharc megindítására, mert francia támogatást remélt. Elfogták ezt a levelet, és a császár bécsúj helyen bezáratta a felesége, a grófnő menekítette ki. Tehát ezért ő elvonult a lengyelországi birtokaira, és Sárosi gróf néven ott élt.
Na már most a jövőt illetően arra gondolt, hogy talán Viktória királynő személyében megfelelő szövetséges talált, és 1712-ben elindult hajóval Angliába. Azonban Viktória királynő őt nem fogadta, mert az osztrák udvar erősen tiltakozott ez ellen, és kénytelen volt tovább hajózni Franciaországba. Megjegyzem azonban, hogy mikor Vámbéry Ármin hazajött a nagy keleti útjáról, se a hajóállomáson senki nem fogadta, az akadémia részéről egyáltalán nem álltak szóba vele, és akkor elindult Angliába, és a kikötőbe kivárt rá Viktória királynő, és Szamarkandot minden haderő nélkül a Vámbéry beszámolója alapján elfoglalták. Tehát ez a diplomácia, ugye? Borzasztó. Nos, tehát Rákóczi kénytelen volt a francia királynőjjal tárgyalni, bár őt cserben hagyta a spanyol örökösödési háborút lezáró két békekötés során. Ő abból előnyt remélt, hogy ő is megemlítésre kerül. Ugye a Louvre-ban van az az öreg diadalim, azon rajta van a Tear City béke. Louvre előtt már mint Louvre téren, nem tudom mi a pontos megnevezése. Nos, tehát így a fejedelem kénytelen volt a királyhoz folyamodni, aki felajánlotta, hogy az udvarban vendégként élhet, azonban az ő mély vallásos lelki érzülete nem találta helyén valónak a pompás és bizonyos értelemben felslett francia udvarban való tartózkodást. Ezért Párizsban több helyen, máig ismeretlen helyen tartózkodott, gondolják, hogy itt ott amott, végül is egy biztos hely ismert, a mai Marsmező, ahol az Eiffel-torony áll, mögött lévő magaslaton a Sájó, ami most már Párizs része, ez akkor különálló falu volt, ott volt egy kis háza, és abban élt a kíséretével együtt. Na most 1713-ban, miután tudomására jutott, hogy Párizs környékén egy hatalmas kamaldüli kolostor működik, azért oda ment a kamaldüliekhez. Tudni való, hogy ez egy olasz alapítású szerzetesrend, akik némasági fogadalmat tartanak be, és csak a miséken és az étkezéseken találkoznak. Tehát emelkedett lelkületű fejedelem mély vallásosságához ez állt legközelebb, és így Bohóába vonult a kamaldüli kolostorba kíséretével. Na most én ezt az utat szerettem volna bejárni, és ezért elindultunk a hívnek megfelelő D2-es erőerrel, amely már jóval a Párizs városa után Y-alakban elágazik, egyik ága a Disneyland-be megy, ott biztosan többen jártak már, de a másik ága Grosbois-ba, ilyen községbe vezet, ahol lényegében a fejedelem bujdosását eltöltötte. A falut megkerülve a domboldalon fölfelé haladtunk, és ez a rettenetes tábla került a szemünk elé, de ez nem rettentett el bennünket, hogy a hallgatónak vagy a turistának eszébe se jusson, hogy tovább megy és meglássa az emlékeket. Ezután, ahogy haladtunk fölfelé, szembe tűnt a régi kamaldüli kolostor front homlokzata, majd az egész épület szám. Na most szívmelengető volt, ahogy haladtunk fölfelé, egyszer csak megláttuk a Rákóczi utcát, és a táblát a szívemre öleltem. És már fölsejlett a tisztás, és tudtuk, hogy ott kell lennie az emlékhelynek. És ahogy tovább haladtunk, valóban egy elplanírozott tisztáson egy hatalmas kő emlékmű állt, ami obeliszk, vagy pedig kopjafára emlékeztet, Csáki József alkotása. Ez a nagy szárnya a kamaldüli kolostornak, teljesen lakatlan, de rendben van a teteje, nem ázik le.
nem romos. Na és itt van a Rákóczi út, ami nagy örömmel töltött el, és háttérben már fölsejlett, hogy ott lesz az emlékmű. Na és itt van, amiről beszéltem, kőből faragott obeliszk, vagy inkább kopjafa. Rajta két nyelven, magyar és francia nyelven, hogy második Rákóczi Ferenc fejedelem emlékére, aki 14. Lajos szövetségese volt, és a magyar szabadságharc vezetője. 1713-tól 17-ig élt itt a Kamargyüliek kolostorának csöndességében. Szíve is itt nyugszik, ebben a földben akarata szerint. Na most tehát említettem, hogy a magyar kolónia tagjai adták össze a pénzt az emlékmű létesítésére, és azt is fölírták az emlékműre, hogy ez ajándék a magyar kolónia tagjaitól ilyen községnek, aki befogadta a hőst. Tehát nagyon szép emlékmű. Nos, minden év októberében ünnepség van a falu templomában, istentiszteletet követően a helyszínen katonai tiszteletadás után piknik, és itt a magyar kolónia tagjai és a ilyen önkormányzat tagjai egy szép délutánt töltenek el. Azonban nagy szeretettel látnám, ha valamelyik nemzeti tévénk egyszer közvetíteni ezt az ünnepséget. Egyáltalán tudnának róla. Nos, ennyit. Ez közelről, mint a feliratok, amikről beszéltem. Na most, ha Rákócziról beszélek, akkor mindig szóba jött a Saint-Germain gróf, ugye? Na, ki is volt, itt látjuk a képét, aki a 18. század kalandora volt, diplomata, misztikus felfogású, polihisztor, művész, tudós, az élet elixír birtokosa volt, voltak olyan közlések is, hogy volt, aki 100 év múlva is találkozott vele, mint hogyha ő föltalálta volna az élet elixírt. Minden esetre nagyon tehetséges volt, 14 nyelven beszélt, és diplomataként is működött, és főleg a főúri rendekkel tartott kapcsolatot. Azonban Voltaire Kebel barátja volt, és a szabadkőműves, templomos, és az a másik illuminátus mesterként a francia forradalom titkos szülőatya volt. Úgyhogy voltak, akik nem hitték, hogy ő második Rákóczi Ferenc fia, úgy tartották, hogy második Károly özvegyének a fia, mivel rendkívül gazdag volt, ez valószínű, láttuk, hogy Rákóczi milyen szegény, puritán körülmények között élt, úgyhogy semmiképpen se lehetett kapcsolat, már csak ebből sem kettejük között. Ráadásul azért, mert a mélyen vallásos érzületű Rákóczi abban az időben, több száz évvel ezelőtt biztos, hogy nem létesített semmiféle illegitim kapcsolatot senkivel, pláne egy tököli lányjal. Igen. Viszont voltak olyan vélekedések is, hogy ő maga a bolygó zsidó. Nem tudjuk, hogy valójában ki volt Saint-Germain gróf, viszont rendkívül gazdag volt, pompás vacsorákat adott, ő maga vegetariánus volt, alig evett, hanem a társaságot elkápráztatta a történeteivel, hogy ezek mindig Casanova is jelen szokott lenni a estéjein. Ja, szóval egy hírhet és híres figura volt. Úgyhogy erről ennyit én úgy gondoltam, hogy ezt meg kell említeni, hogy nehogy valakiben az a társképzet maradjon meg, hogy bármi köze lenne a mi szent fejed, nagy fejedelmünkhöz. Ugye? Most, akkor rátérnék a Bercsényi századra, ezredre, amit már Richelieu bíboros is meg akart alapítani, ugye a huszároknak rendkívül
színes ruházata vonzotta a főúri köröket. Az én fiatalkoromban volt egy angol film, a könnyű lovasság rohama, valami ilyesmi, van ez a Redgrave-vel a főszerepben, ott is magyar huszárruhába feszítettek, vagy gondoljunk a háború és békére a Rostov gróf is huszárruhába, tehát a könnyű lovasság régen az a huszárt jelentette, igen. Na, ezért én arra gondoltam, hogy ez mégiscsak a miénk, ez a huszárszobor, Rohonczi István alkotása, a Pákozdi csata helyén, magasodik egy monumentális emlékmű. A francia huszár ezredet a gróf Bercsényi Miklós fia László alapította, aki második Rákóczi Ferenc testőrségének vezetője volt. Ez sok évtizeden át működött, és ma is a francia hadsereg része. Azonban a díszes huszárruhát felcserélték terepmintásra, és a terepmintás ruhával ők ejtőernyős, deszantos funkciókat látnak el. Azonban a baretsapkájukon ott van a huszárkötés, amit ők ongroának neveznek. Minden a dalukat, a kurucnótákat és indulójukat, a Bercsényi indulót magyarul éneklik, és ezt fonetikus átírásban belépő katona, legyen az néger, vagy akármilyen színű, megkapja, és tehát magyarul éneklik. Hallgassuk meg most, hogy éneklik a... Sugároznának a különböző tájegységekben kurucnótákat. Ja, hát nem, igen. Az lenne a hadafiság. Hát igen. Tehát az elején már említettem Mukács várát,
biztosan többen voltak ott. Attól egy jó nagy kőhajtásnyira a hegy lábánál van Beregszent Miklósi várkastély, nem tudom, járt-e ott valaki. Ez egy romos várkastély volt. Most magán kézben van, igen. És egy művészházas pár, egy elkötelezett művészházas pár, Bartos József és Neje vették ki 90 évre bérbe, és saját két kezük munkájával takarítják el a romokat. Igen. Igen. És vittem a könyveimből, adtam neki, és teljesen oda volt a művész úr. A festőiskolát tartanak a feleségével, azok ki vannak állítva, és az árát beforgatják a felújításba, igen. Na most egyetlen egy szobának maradt meg a födémje, az ebédlőjé. Amikor beléptünk, az én bennem ugyanolyan képzetet keltett, mint Sárospatakon a Szubróza terem. Méretre is akkora volt. És hát 1680-ban itt egy ebéd meghívás keretén belül találkozott Zrínyi Ilona Tököli Imrével. Tököli Imre a kuruc fejedelem, akkor már rég folytatta a szabadságharcot, és Ilona adományokkal támogatta ezt, és végre sor került a személyes találkozásra. És mi történt? Izzott a levegő kettejük között, és szerelmük azonnal beteljesült. Úgyhogy a művész úr a célja, hogy az idegenforgalomba bekapcsolja ezt a várkastélyt, és főleg fiatal nászutasoknak ajánlja. Na most már mondtam Ferikének, hogy a művész úr képeit talán lehetne kiállítás formájában itt is árusítani, hogy támogassuk. Nem tudom, itt vannak tőlem képzettebb, okosabb emberek, találják ki, hogy ott segíthetnénk rajtuk. Végezetül pedig mutatom a Hősök terén Tököli Imre kuruc fejedelem szobrát, és a gyönyörű szép Zrínyi Ilonát, aki 14 évvel volt idősebb, mint Tököli Imre, és 1699-ben a karlócai béke megkötése után együtt hagyták el Magyarországot Törökországba. Sajnos Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc a fia sosem találkoztak ott, és hát itt is látszik, hogy milyen csodálatos, nagy lúmenű nő volt, nagyon okos, gyönyörű, szép nő. Én ennyit szerettem volna mondani gondolatébresztőnek, és mindenki figyelmébe ajánlom ezeket a kis történeteket. Köszönöm.